akkor csapjunk bele a, ahogy mondani szokták, a lecsóba. Ha hallottátok a legújabb híreket, most volt a G7-eknek egy találkozója, ahol Angela Merkel kifejtette, hogy ő még a kis német apró pénzből 1,5 milliárd eurót fog költeni arra, hogy a világon megfékezzük ezt a pandémiát. És azon túl még a saját vakcinájukból, ami a német állampolgárok részére van eltéve, a fejlődő országok számára juttat. Hát nagyon érdekes dolog, ha megnézzük a fejlődő országok egy részét, például a Fekete-Afrikát, úgy középen, ott él körülbelül 1 milliárd ember, a halálozás pedig koronavírus következtében leadminisztrálva kb. 3000 fő. Tehát nem gondolom, hogy nekik annyira szükségük van arra a vakcinára, amit Angela Merkel nagy szeretettel átadna nekik, mert azt mondja ő, ugye, a német kancellárasszony, aki tulajdonképpen a fő hangadója az Európai Uniónak is, hogy akkor lesz vége ennek a cirkusznak, ha mindenki beleszóltva. Hát gratulálok neki. Ő a saját lakosságát kb. Úgy testálja, hogy 20%-át tudja beoltani az év végéig. Tehát ahogy látjátok, itt semmi nem arról szól, hogy mi nyissunk, hogy vége legyen ennek az őrületnek, ennek a bezárásnak, ennek a korlátozás cunaminak, hanem az egész arról szól, hogy csorgatjuk a dolgot, húzzuk, nyúzzuk és ráerőltetjük a maszkot a világ végéig az emberekre, a korlátozásokat, a kiárási tilalmakat, a bezárásokat. Össze-vissza beszél mindenki, mert beszélnek enyhítésről, mindenféle lazításról, ha a járványügyi helyzet ugye megengedi. A járványügyi helyzet meg tudjuk, hogy úgy engedi meg, ahogy éppen a különböző országok vezetői úgy akarják, illetve akik a háttérben ezt az egészet mozgatják, úgy akarják. Ha nem úgy akarják, akkor azt mondják, hogy nagyon szívesen nyitnánk, és nagyon fontos lenne ez mindenki számára, de sajnos a járványügyi helyzet nem engedi meg. Tehát ezért is biztatnál benneteket, hogy hagyjátok a mainstream média hülyeségeit, ne onnan vegyetek infókat, mert én is belenéztem már egy-két bolondériában megjelent itt ott. Például, hogy Merkeli professzor úr, aki kiváló kardiológus, így a járványügyben nyilatkozva önmagát az orosz vakcinával bátran beoltatta, állítólag, vagyis ő ezt mondta, és többek között azt is kifejtette, hogy oltásokkal sokkal tovább megtartjuk az immunitást a koronavírus ellen, mintha átesünk a fertőzésen. Na már most ez így nem igaz, folyamatosan zajlanak kutatások, és ezek ezt nem igazolták. Az oltásokról korán sincs olyan hosszú tapasztalatunk, hogy ezt meg tudjuk mondani. Tehát ilyen állítások jönnek ki különböző személyektől a mainstream médián keresztül, és folyamatosan presszionálják az embereket arra, hogy oltassák magukat, de tulajdonképpen nincs is miből. Csak iratkozzanak föl, hogy elmondhassuk a statisztikát, hogy már 2 millió ember feliratkozott az oltásra. Ami vagy úgy van, vagy nem. Ezért biztatnál benneteket, hogy nézzétek többet a médiaforrást. Ugye ez egy független médium tulajdonképpen, ami az interneten keresztül próbál aktuális és korrekt információt szolgáltatni. Ha gondoljátok és lehetőségetek van, pedig támogassátok ott a munkájukat, ott megvan adva egy bankszámlaszám. Tehát azt javaslom nektek, hogy egy kicsit akadjatok le a mainstreamről, mert én is belenéztem, és mintha ott lennénk, hogy 2020 március. Ugyanazok a hűtések, ugyanazok a bolondériák és ugyanazok az ijesztgetések zajlanak. Amiről a múltkor beszélgettünk, ez a nemzeti konzultáció volt, amit a kormány ugye rendszeresen kitalál, és ezzel próbálja alátámasztani a cselekedeteit és a döntéseit. És mondtam, hogy összeraktunk egy teljesen más konzultációt, aminek a neve a koronavírus konzultáció. Arra biztatlak benneteket szintén, hogy ezt töltsétek ki. Megmutatom, hogy hol lehet elérni. Tehát a címe az koronaviruskonzultáció.online. Itt nem kell megadni semmi extra adatot, semmi különös adatkezelést nem végzünk ezen az oldalon. Egyedül egy IP címen keresztül csak egyszer lehet leadni a szavazatot, ennyi korlátja van. Miért fontos, hogy itt megmondjátok a véleményeteket? Egyrészt azért, mert itt el lehet dönteni két válasz közül, hogy melyiket szeretnétek, nincs benne csűrés, csavarás, manipuláció. Nyitni szeretnél, vagy nem? Akarsz maszkot, vagy nem?
presszionálnád az oltást, vagy nem? Tehát teljesen egyszerű kérdések van feltéve. Ha ezeket nagyon sokan megválaszoljátok, akkor ezt le tudjuk adni majd jövő vasárnap, mint egy petíciót, kiegészítjük egy-két kéréssel még, például az, hogy a szakembereket nevesítsék most már meg a kormány oldalról, akik miatt egy éve már nézünk ki a fejünkből, és nem tudjuk, hogy mit kellene csinálni valójában, mert ez, amiben beleszorítottak minket, ez nem működik. Ez nagyon nagy gáz. Tehát kérlek, hogy töltsétek ki, hogy legyen egy nagy tömegű információnk arról, hogy mit akartok, mit akarnak az emberek valójában, és nem úgy, ahogy a kormány végzi, hogy irányítja a válaszadást, és még hozzáteszi azt is, amennyiben a járványügyi helyzet úgy hozza, vagy úgy engedi, vagy egyáltalán működhet-e valami, anélkül, hogy feltételekhez kötnénk. Még egyszer, koronaviruskonzultáció.online. Köszönöm szépen mindenkinek a segítségét. Amikről még beszélnünk kell, ez például a Facebook működése. Ugye láttátok, hogy a Facebook hogyan működik, hogyan enged bizonyos tartalmakat, hogyan korlátoz, hogyan cenzúráz, akár hozzászólásokat is, mert ő már durvának találja azt is, hogy basszus, már elnézést. Tehát ez már egy olyan dolog, ami miatt egy kommentet kitörölnek, holott senkinek az édesanyjával nem volt problémája a kommenterőnek, senkivel nem volt baja, csak volt benne egy indulat, amit ugyebár ilyen zenei hangnem kifejezéssel kinyilvánított. Ezt már tör le a Facebook. Tehát ne várjunk a Facebooktól semmit. Tudjátok, hogy voltak csoportjaink, amiket szibbaj nélkül egyik napról a másikra figyelmeztetés nélkül törölt. Azaz egy 120 ezerest, egy 80 ezerest, majd egy több mint 50 ezeres csoportot leradírozott egyik napról a másikra. Tehát amennyiben egy csoport túlnő azon a méreten, amit ő jónak lát, illetve olyan aktivitás van benne, ami számára nem megfelelő vagy veszélyes, nem tudom ki hatására, kinyomására, de az oldalt vagy a csoportot simán. Jó, tehát a legelején beszéltünk arról, hogy Angela Merkel mit szeretne, beoltatni az egész világot, mert csak akkor lesz vége ennek a hajcihőnek, és főleg a fejlődő országokra a javára lemondana az oltás egy részéről, amit tudjuk, hogy miről szól a történet az ő elgondolásában. Arról is beszéltem, hogy Merkeli professzor úr, a kiváló kardiológus, ezt azért el kell mondjuk, ő az orosz vakcinát választotta. Hát én úgy gondolom, kérdezik tőlem, hogy én beoltatnám-e magam, mondtam, hogy semmiképp, ám ha egy ilyen lehetőség lenne, hogy én oltatom be a vírus témában megszólaló szakembereket, illetve a miniszterelnökünket, akkor ugyanazzal én is bevállalnám az oltást. Jó, a jogszabályokat el fogom mondani még egyszer. Tehát az a lényeg, hogy mindannyian tudjuk, hogy itt hiába beszélnek oltásról, a lényeg az, hogy minél tovább legyenek korlátozások, legyen maszkviselet, tartsuk a szánkat, duguljunk be, maradjunk otthon, ne menjünk ki 8 és 5 között, vagy amikor akarják, úgy ugráljunk, ahogy kell, elég volt, meg lesznek a jogszabályok, és mindjárt mondom. Tehát nagyon fontos az a rendezvény, és arra kérlek benneteket, hogy most már arról szóljon a Facebook kommunikáció, hogy kik hányan jönnek. Tehát ne legyen még ezentúl is különböző mainstream duma belinkelve a Facebookon, mert azt már látjuk, tehát abból nem lehet megélni. Tehát a hülyeséget azt olvassa mindenki, ha akarja, de egymás között ne osztogassuk, mert azt hiszük, hogy a végén az az igazság. Közben ott a médiaforrás, ahol tényleg megfelelő alternatív és független információkat láthatunk a vírusról. Oké, akkor most elmesélem a jogszabályokat. Tehát itt többen aggódtak, hogy mi lesz ott azon a rendezvényen, hogy akkor majd a rendőrség fellép, és hogy azért kell esernyőt hozni, hogy vízágyú ellen jó legyen. Hát a vízágyú ellen az esernyő valami keveset ér, ezt most elmondom mindenkinek, nem azért kell az esernyő, az egy teljesen más dolog miatt kell. Lehet, hogy esik, hát nem lehet tudni, hogy esni fog. Jó? Tehát elmondom, mi ott nem fogunk semmilyen jogszabályt megsérteni, még hogyha ezek a jogszabályok, ezek a kormányrendeletek időnként kétségesek is, és esetleg az alkotmánnyal vagy az alaptörvénnyel összevetve lehet, hogy megakadnának itt-ott-amott. Ezt majd később valamilyen módon, jogi úton megpróbáljuk piszkálni egy kicsit, de jelen pillanatban a jogszabályok a következő. Tehát van egy ilyen, hogy 484/2020-as kormányrendelet, ami akkor lépett életbe, amikor a veszélyhelyzetet ismételten kihirdették novemberben. Ez mit mond
a maszkviselési szabályokra, amiket megerősített. Tudjuk azt, hogy 10 000 főnél nagyobb lélekszámú településeken az önkormányzat, tehát a polgármester mondja meg, hogy kell-e maszkot hordani, vagy nem. Kérdezem azt, hogy ki az a szakember ilyen helyeken, aki megmondja a polgármesternek, hogy úgy nagyon veszélyes ez a település, itt mindenképpen szabad területen kint maszkot kell közterületen hordani. Tudjuk, hogy iszletos nagy mennyiségű légköbméter van körülöttünk, ahol elenyészik az a vírus mennyiség, amit esetleg ki tudnánk prüszkölni magunkból, tehát egy baromság, már bocsánat, hogy így mondom. Feleségem szokta mondani, hogy ne veszélyek csúnyán, de hát ettől már csak fölmegy a pumpa az emberben. Tehát úgy szól a jogszabály, hogy 10 000 főnél nagyobb lakos népességű település belterületén, a települési önkormányzat által kijelölt közterületen maszkot kell hordani, kivéve sporttevékenység során, valamint parkokban és zöld területeken. Értjük? Tehát arra kérek mindenkit, hogy laza szerelésben jöjjön, sportfelszerelésben, szabadidőruhában, és ha bárki megkérdezi, hogy miért nincs rajta maszk, azért nincs, mert ő most itt egyéni sporttevékenységet végez. Hogy ez mi, majd mindjárt megnézzük azt is. Emellett azt is mondja a jogszabály második paragrafusa. Második fejezet. Az pedig azt mondja a negyedik paragrafus, hogy tilos közterületen, illetve nyilvános helyeken a csoportosulás és a gyülekezés. Ám a második bekezdés. A közterületen, a nyilvános helyen, illetve a szabadtéri sportpályákon, tehát közterületen, nyilvános helyen, szabadtéri sportpályákon, az egyéni szabadidő sporttevékenység, különösen futás, gyaloglás, kerékpározás gyakorlása megengedett. Ez egy felsorolás, hogy futás, gyaloglás, kerékpározás, de a nem különösen belefér bármilyen légzőgyakorlat, bármilyen jogázás, tai chi, bármi. Tehát ha oda megy a rendőr, bárki ez is, és megkezdem, ön nincsen maszk, és megbüntetem, sporttevékenységet végzek, látja, szabadidőruha van rajtam, most éppen légzőgyakorlatokat végzek, betartom a távolságot a másikkal, és kész. Egyéni sport. Egyénileg kijöttem egy jó nagy a tér. Hát sajnos mindenki most jött ki. Tehát így nem lehet fogást találni rajtunk. A másik a maszkhordás. Mondtam a múltkor, hogy ha tudtok, hol hozzatok különböző állarcokat, maszkokat, amiben szívesen vagytok. Az enyémet láttátok, az egy bohóc maszk, le van vágva felére. Nekem az a maszk, amikor bemegyek egy olyan helyre, ahol nem szeretném, hogy az ott lévő embereket vagy vállalkozókat azért megbüntessék, mert én renitens gyerek vagyok, és nem értek ezzel egyet. Olyan helyeken szoktam felvenni. Tehát ha van már rajtunk egy maszk, egy ilyen állarc, teljesen egy bohóc állarc, vagy Superman állarc, vagy Batman állarc, vagy hercegnő állarc, teljesen mindegy. Arra mi vonatkozik? A 431/2020-as kormányrendelet, ami azt jelenti, hogy maszkot kell hordani, olyat, ami orrot és szájat eltakar folyamatosan, és milyen anyagból kell, hogy legyen? Textilből, vagy egyéb anyagból. Tehát szoktam mondani, hogy ez az egyéb anyag. Ez műanyag, plasztik, egyéb anyag. Sőt, a szövéssűrűség sincs meghatározva egy adott masznál, tehát nem lehet azt mondani, hogy magának nagyon ritka ott a szúnyoghálószerű a maszkja, és ezért nem alkalmas, vagy nem jogszabályba ütközik, nem ütközik jogszabályba. Tehát egy ilyen állat, arra is jó, hogy megmutassuk, hogy mi nem gondolkodunk ugyanúgy, mint azok, akik ezt az egész vírus mizériát benyomatták, vagy gerjesztik, hanem mi másképp gondolkodunk, ezért van rajtunk egy maszk, illetve azért is, hogy kitűnjünk a tömegből, és egy fricskát mutassunk erre a sok bolond, értelmetlen rendelkezésre. Nyomjam a rendőrök szájába. Néha olyanokat írtok be, hogy kész vagyok tőle teljesen. Tehát ezek a jogszabályok vonatkoznak a február 28-a rendezvényre, tehát senki ne aggódjon. Mindenki egyénileg jött ki, és sporttevékenységet végez, tehát nem kell maszk se neki, illetve lehet egy helyen a többiek, hát nem tett róla, hogy most valaki mondta, hogy itt fogunk sporttevékenységet végezni, és mindenki kijött, mert hogy itt nagy a tér, és jó a levegő itt a Városliget mellett. Jó? Tehát ez a lényeg. Amit kell még, amit hozni, amit a múltkor mondtam, ami hangzajkeltő eszköz, síp, dob, bármi, duda, ez nagyon-nagyon fontos, mert így tudunk kommunikálni. Az esernyőt mondtam, a telefonotok legyen feltöltve, hogy legyen benne kakaó, ez is nagyon-nagyon fontos. Mindenképpen az állarcot is mondtam, és a sportos öltözéket. Jó? És akkor nincsen fogás. Viszont kimegyünk, és nagyon fontos, hogy most ki tudjunk menni nagyon sokan,
hogy lássák, hogy nagyon sokunknak van elege ebből, hogy egy éve már szórakoztatnak bennünket egy olyan vírussal kapcsolatban, amit már nagyon sokszor elmondtam, ahol még Müller Cecília is azt mondta, hogy az igazán koronavírus halálozás az egész összhalálozásnak a 3%-a. Tehát miről beszélünk, és közben tehát elhúny 400 ember, akit nagyon sajnálunk koronavírus miatt, és valóban minden ember él kár, ezt nagyon-nagyon sokszor elmondtam, de nem lehet 10 millió embert, közel 10 millió embert sakban tartani egy évig emiatt. Ezt föl kellene már fogni, tönkrevenni a gazdaságot, 30 ezer milliárd forint mínusz csinálni, és utána majd megpróbálni bűvész mutatványra a talpra állni. Tehát nagyon sokan nagyon rosszul jöttek ki ebből a járványból, ebből a korlátozásokból, munkahelyekkel gondok vannak, megélhetéssel gondok vannak, pszichés gondok vannak, tehát megzakkant az egész társadalom úgy unblock, sőt a következő nagy probléma pedig a megosztás. Tehát az emberek nem tudnak beszélgetni erről se, arról se, a nézeteikről, hanem mindig ellenségként kezelik a másikat, és tehát a megosztás irányába mennek. Tehát ez, ami a bűn ennek az elmúlt egy évnek. Tehát ezt a kis megosztott magyar társadalmat, ahol igazán nem vagyunk sokan a nagy országokhoz képest, ezt is még apró darabokra, de legalább két felé osztja. Akkor nézzük, hogy mit kell még tennünk, ha megbeszéltük a jogszabályokat. Ja igen, van egy kérésem még, sok kérésem van egyébként felétek, mert én megpróbáltam eddig mindent megtenni, amit lehetett, de elfogytak az energiáim és a lehetőségeim is, és kevés segítőm van nagyon. Arra kérnélek benneteket, aki kedvet érez, készítsen már nekünk, vagy nekem egy-két mondatos videót, nagyon rövid videót, ahol elmondja, hogy hogy érez most, miért fontos neki, hogy kijöjjön, miért szeretné a véleményét kifejezni eképpen, miért hívna oda másokat, vagy az egész elmúlt egy év hogyan érintette, és miért akar tenni azért, hogy ez ne így legyen. Jó? És ezt pedig még egyszer mutatom a kis puskáimat, a helyi szervezés kukac@gmail.com-ra megvan, legyetek szívesek elküldeni. Rövid videók, egy-két mondat, az biztos, hogy átjön. 25 meg alatt szépen le tudjuk tölteni, és csinálunk belőle egy ilyen közös felhívó videót, hogy elegünk van ezért, azért, amazért, és ezt megtesszük ezért, hogy ebből valamilyen jó irányba ki tudjunk végre jönni. Tehát a február 28-i megmozdulásnak nagyon nagy tétje van. Tehát az elmúlt hónapok során az ilyen rendezvények nagy tömegeket nem tudtak megmozdítani. Tehát amit most is láttatok, a január végi arról szólt, hogy elvegyük a kedvét az embereknek, a maradék kedvét is annak a néhány embernek, aki hajlandó felállni a fotelból, a monitor elől is kijönni. Mi ezt a kedvet szeretnénk visszahozni azzal, hogy megmutatjuk, hogy nagyon sokan ki fogunk menni, és nagyon sokan kifejezzük azt, hogy egyetértünk azzal, hogy nyissunk ki végre, keressük meg azt a normális életet, vagy valamilyen olyan életet, ami hasonlít ahhoz a normálishoz, hogy vegyük le végre a maszkot a szánkról, mert semmire nem jó, és semmi értelme nincsen, és nagyon sokszor ezt elmondták már korábban szakemberek, aztán pár hónap múlva teljesen mást mondtak, és egyiket se támasztották alá semmilyen szakmai anyaggal. Csak úgy meggondolták magukat valami oknál fogva, vagy valaki azt mondta, hogy gondoljátok meg magatokat. Van néhány csoport, tehát én személy szerint egyéneket várok ezekre, erre a rendezvényre, tehát titeket várlak egyénenként, tehát nem kerestem meg semmilyen társaságot, vagy csoportosulást, vagy bármit. Szívesen látom mindenkit, de arra kérnék különböző ilyen csoportokat, csapatokat, hogy ne erre a napra rendezzenek ők is ilyen megmozdulást, mert ezt már több mint 3 hete szervezzük, tehát nem elegáns ezt a dolgot akkor ugyanide szervezni. Csatlakozni csatlakozhatnak, engem amúgy se keresett meg senki azzal, hogy csatlakozni szeretne, de szívesen látunk bárkit, de ne kezdjük azt, hogy külön szervezünk erre a napra mindenféle dolgot, hogy az embereket teljesen összezavarjuk. Szeretnénk végre tisztán látni, hogy ebben az országban van-e annyi ember, tehát mondjuk 10 000 ember van-e, aki hajlandó kijönni és megmutatni, hogy más a véleménye, mint a kormányzatnak, mint az ellenzéknek, mert azért az ellenzék lehet, hogy most kinyitja a száját, de
azért egy éven keresztül ugyanúgy szurkoltak a vírusnak, ezt ne felejtsük el. Tehát itt mindenki bezavart minket a sűrűbe, nem volt, aki kiálljon mellettünk, nem volt, aki azt mondja, hogy elég a hülyeségből, és ne tegyük tönkre az országot és az emberek életét, hanem most, amikor már mindent a Fidesz meg a kormány nyakába lehet varni, akkor ráöntik. Tehát ludasít mindenki abban, hogy mi itt tartunk. Persze a kormány felelős a döntésekért, tehát miért hagyja magát befolyásolni? Jó? Tehát azt szeretném, hogy végre megmutatnánk, hogy igenis elegünk van ebből, és képesek vagyunk arra, hogy nagy tömegben kimenjünk, és megmutassuk, hogy ott vagyunk. És elég volt ebből a cirkuszból. És ha egyszer ki tudunk menni ennyien, akkor már tudják, hogy akárhányszor ki tudunk menni nagyon sokan. Jó? Tehát a jogszabályoknak megfelelünk, ebből probléma nem lesz. Miért is fontos ez a rendezvény? Azért, mert ahogy beszéltem a megosztásról, tehát nagyon megosztott az ország. Alapvetően kétféle csoport alakult ki. Az egyik az, aki megalkuszik, aki belenyugszik, és próbálja azt a folyamatot beindítani, hogy majd csak jobb lesz, majd csak vége lesz egyszer, vagy kihúzzuk addig, és majd alakul valahová, de egy év alatt láttuk, hogy nem alakul sehová. Tehát vannak, akik a parancskövetők, egy kicsit szolgalelkűek, és vannak, akikben azért tombol a szabadság. És az a vágy, hogy ők szabadon akarnak dönteni a saját életük felől. Tehát mi a saját életünk felől szeretnénk mi magunk dönteni. Nem akarjuk, hogy bárki az apukánk, anyukánk legyen, az apukánkon és az anyukánkon kívül, aki hagyott minket, vagy aki segített minket felnőni, és szabad emberként engedett ebbe az életbe. Rajtuk kívül nem akarunk gyámokat, nem akarunk okostojásokat, nem akarunk megmondó embereket, akik helyettünk eldöntik, hogy kell-e nekünk az oltás, jó-e nekünk a maszk, otthon kell-e maradnunk, haza kell érnünk 8 órára, otthon kell maradni reggel 5-ig, ne menj ide, ne tedd ezt, itt vedd fel a maszkot, itt nem tudom mit csinálj, holnap meg kitalálok még 1500 különböző szabályt, csak hogy széthűítsem az embereket. Felnőttek vagyunk és szabadok. Tehát most el fog dőlni, hogy van-e elég szabad ember, szabadságra vágyó ember, akinek elege van a diktatúrából, meg abból, hogy megmondják nekik egy vírusra, egy állítólagos járványra hivatkozva azt, hogy mikor mit tegyenek. Tehát ezért várok benneteket, tehát szeretném, hogyha segítenétek a szervezésben, tehát hívnátok embereket, akikkel jó vagytok, akik még ezt így nem hallották, de akik gondolkodnak és kétségük van a jelenlegi szabályok fontosságáról, vagy egyáltalán értelméről, nekik szóljatok, és legyünk nagyon sokan ott.